Esre készült, ami nem sokára következik, és arra, hogy legyőzze a Michela Cinkat. És nagyon jól húzott már az előfutamban és a középdöntőben is. Előtte azonban még a nagy döntő előtt van egy másik nagyon nagynak ígérkező döntő. A 100 női gyors finálé, a Verrasztó Evelinnel tehát, aki a VB után most itt a Margit szigeten az Európa bajnokságon is bejutott a legjobb 8 közé. Az esélyesek középen úsznak majd Franziska Holszól és Femke Heemskerk, a brit, illetve holland villámlány elvileg kiemelkedik az idei legjobbját tekintve a mezőnyből. De hát mondjuk 100 méteren, pláne gyorson, annyi minden előfordulhat. Egy rossz rajt, egy rossz forduló, egy rossz mozdulat, és akkor már is tizedek mennek el. A német Daniela Schreiber már begyűjtött egy aranyat a 100-as gyorsváltó tagjaként. Egyébként világbajnoki 9. A rövid pályás EB-n volt döntős legutóbb. Aztán jön Evelin, tehát övé a 2-es pálya. Tényleg egy picit pihent a 200 vegyes végén. De vajon elég volt-e neki? Ez világbajnoki 8. helyezett volt tavaly Rómában. Franziska Holszól pedig ezüstérmet szerzett. Britta Steffen mögött, a német most nincs itt. Tehát elvileg akkor Holszól egyel előrébb léphet. Döntős volt az olimpián is. És mondom még egyszer, a két nagy esélyes közül ő az egyik. De Sarah Sjöström is ott lehet egyébként az esélyesek között, a 100 pillangó világbajnoka és világcsúcs tartója. Ebben a számban EB döntős volt 2 éve, de most a legjobb időt úszta az előfutamban. Mellette úszik majd Femke Heemskerk, az egyetlen holland villámlány, aki itt van nekünk hírmondónak, az olimpiai világ és Európa bajnok 4x100-as gyorsváltóból. Második egyébként az idei európai ranglistán Heemskerk. Herasiménia úszik majd a 6-oson, Európa bajnoki döntős, olimpiai meg VB középdöntős, 56-on volt korábban világcsúcs tartó. Aztán menjünk gyorsan tovább, Josefin Lilhage, övé a 7-es, 4. volt az előző Európa bajnokságon, és még a lengyel Katarzyna Wilk is itt van nekünk a döntőben, 55 másodpercen belül úszott. A rövidpályás EB-n volt finalista. Tehát az esélyesek Holszól és Heemskerk a 3-as, illetve 5-ös pályán, közöttük Sarah Sjöström, aki nagyon nagyot úszott a középdöntőben, és így jutott be ide a 4-esre. És hát persze ott van Evelin is, fölülről a második pályán, arra figyeljünk nagyon-nagyon. Várt az indító bíró, egy icipicit talán be is ragadt Evelin. Az első 25 méter neki az a kritikus, ott kezdi meg a felzárkózást. Holszól viszont valósággal előrobbant onnan a rajtkőtől, és már egy testhossz előnyben Evelinnel szemben. Egyelőre Alexandra Herasiménia az, aki nagyon jól úszik még Holszóllal együtt, talán ők fognak az első két helyen fordulni. Evelin pedig talán a 5. helyen fordul, 26-42-vel, egy tizeddel jobb, mint volt a középdöntőben. De most jön Sarah Sjöström és Heemskerk is a középső pályákon. Még mindig Holszól vezet. Megpróbálja Evelin befogni Daniela Schreiber. Franziska Holszól az első helyen, Herasiménia a második, aztán jön Heemskerk, Sjöström és Evelin. Evelin tehát az 5. pozícióban még mindig. Nagy hajrá a végén. Holszól talán-talán utol fogja érni. Herasiménia nem éri utol. Franziska Holszól nyer, Evelin pedig az 5. 54-33-mal. 2 tizeden múlt az érem. Azt hiszem tényleg kihozta ebből a döntőből azt, ami benne volt. Herasiménia volt a meglepetés ember. Meglepi Heemskerket, meg mindenkit. 54 másodpercen belül úszik ő is. És felállhat a dobogó második fokára. És utána nagyon-nagyon szoros volt Heemskerk, Sjöström és Evelin között a csata. 54-33-mal tehát van egy 5. helyünk. Nyilván ez elmarad a csodadresszes országos csúcsától Evelinnek, de tudjuk róla, hogy hosszú távú tervei vannak neki 100 gyorson.